Üdvözöllek! A különféle szövegszerkesztőkben, táblázatkezelőkben, és hát igazából akármilyen programban időnként szükség lehet a dátumok elhelyezésére. Tehát például az aktuális dátum a mai napra vonatkozóan. Ezt például az Office programokban nyilván meg lehet oldani viszonylag egyszerűen. Ha máshogy nem, akkor egyszerűen begépeljük és ezzel el van intézve. Na most megnéznénk erre egy apró, de hasznos programot, ami egy picit többet tud ennél. Ráadásul ezt megkönnyíti. Erről a címről tölthető le, ha nincs kedved begépelni, semmi gond, mert ez a videóhoz mellékelni fogom, és akkor a videótanfolyamról is letöltheted. Igazából ez egyetlen darab exe file. Célszerűnek tartom egy mappában elhelyezni, hogy a létrejövő fájlokat ne valahova beszórja, például a letöltésekben látható nálam. De igazából ott indítod el, ahol szeretnéd, tehát én most ide elhelyeztem programok rendszer timestamp. Timestamp, tehát egy időbélyeg. Indítsuk el egy dupla klikkel. És látható, hogy itt alul megjelent, és valóban egy ilyen ini fájlt létrehozott, ebben tárolja ő a beállításait egyébként. Hogyha erre jobb egérrel kattintunk, akkor így van, két lehetőség közül is választhatunk. Hát nyilván nekünk ez a dátumformátum az nem feltétlen megfelelő. Nézzük, hogyan lehet ezen módosítani. Jobb egér, és akkor settings. Hát igen, kapunk egy ilyen szimpla szöveges fájlt, jegyzetemben megnyílt nálam, nálad pedig a TXT fájlokhoz hozzárendelt programban. Ami persze lehet, hogy ugye a jegyzetem mind esetemben is. Igazából itt a lényeg az itt van, ez a kettő jelenik itt meg, hogyha jobb egérrel kattintunk. Mit jelentenek ezek? Hát tulajdonképpen itt le van írva persze angolul, de semmi probléma. Mondjuk szeretnénk egy olyat előállítani, hogy 2016 és akkor 10.02. Ezt a dátumot szeretnénk mi kimásolni egy dupla klikkel, amikor erre ráklikkelünk. Vagy még egy pont lehet a végén. Hogyan tehetjük ezt meg? Hát itt van ez a szöveges fájl. És akkor ezeket én kitörlöm, és akkor ez úgy néznek, hogy be kéne azt gépelni. Amúgy itt látszik is, 4 darab Y jelenti az évet. Itt van egy példa, hogy ez hogyan néz ki, 2005 például. Ez így jó, ez jelenti az évet. Tehát ez fog majd megjelenni, hogy 2016. Utána tetszőleges elválasztó karakter, például jöhet egy pont, de lehet ez kötőjel, vagy igazából akármilyen karakter, legyen akkor a pont. És akkor a hónap, az pedig, hát abból kétféle van. Van, amikor így jelenik meg, tehát 1-12, és a másik formája, amikor bevezető nullával kezdődik. Tehát, hogyha csak egy számjegyű lenne, ez nyilván 1-9-ig igaz, akkor egy nullát tesz elé. Ez a két darab N. Ide begépeljük, így folytatólagosan. Megint jöhet egy pont, és akkor jönne a nap. Hát az pedig szintén van ez a két fajtája, amikor bevezető nulla nélkül, illetve azzal. Most akkor legyen bevezető nullával. És tulajdonképpen ennyi. Ezt mentsük el, file mentés, vagy a Ctrl-S. És már is, hogyha kattintunk, ezt be is zárhatjuk amúgy, ha kattintunk erre, akkor látható, hogy év, hónap, nap, kattintsuk erre a lehetőségre, és akkor most ide beillesztem például, te pedig nyilván oda illesztheted be, amilyen programban szükséged van az aktuális dátumra. Mondjuk arról volt szó, hogy egy pont legyen a végén, tehát akkor meg jobb egér settings, és még ide örök egy pontot, file mentés, nem muszáj ezt bezárni egyébként, hogyha módosítani akarjuk még, és akkor megint kattintunk rá, és akkor megmutatom, így néz ki a dátum. Ilyen egyszerűen a dátumot ki tudjuk másolni, nem kell nekünk begépelgetni, vagy egyéb megoldásokkal előállítani a dátumot, de arra is van lehetőség, hogy bár nem kellett volna megnyitom még egyszer, mert ugye itt van. Tehát arra is van lehetőség, hogy több ilyen dátumformátumot alkalmazzunk. Egyszerűen, hát ugye itt voltunk az előbb, nyomunk egy Enter, következő sorba kerülünk, és akkor ide jött a következő dátum. Ez lehet úgy, hogy így kezdődik, viszont megadjuk az óra, perc és másodpercet is. Az óra az úgy néz ki, itt van lentebb. Hát van ez a bevezető nulla nélküli, meg a nullával. Legyen akkor ez a két darab H. Itt vagyunk ugye a pontnál, itt ír véget a dátum, nyomunk egy, például egy szó közt, és akkor begépeljük, hogy HH, vagy hát éppen nem másoljuk, óra, és akkor jönne a perc. A perc az ugyanúgy néz ki, egy darab M, vagy két darab kis N. Nullával és a nélkül. Hát itt legyen egy kettős pont, és akkor a másodperc, hát az meg igény kérdése, lehet elválasztva úgyis, hogy ponttal, vagy kettős ponttal.
ének, hogy a szimpatikus, ugyanúgy egy darab es, kis es, vagy pedig kettő, bevezető nullával, vagy anélkül. És akkor itt nyomunk egy entert, megint megadhatunk egy másik dátumformátumot, lehet akár például csak az idő is, vagy lehet akár csak a, mit tudom én, az óra és perc. Ha készen vagyunk, akkor elmentjük filement is, vagy Ctrl-S. Megnézzük, jobb egére a kattintunk, és akkor itt vannak a dátumjaink, igazából ennyi. Óra, perc. Hogyha mást választunk ki, akkor más dátumformátumok keletkeznek, látható. És most már tudunk válogatni a dátumformátumok között éppen, amire szükségünk van. Amúgy itt mutatja is egyébként. Látható, hogy mit másoltunk ki. Hát ez így igazából ennyi tulajdonképpen. Ha végeztünk itt a dátumformátumunk megadásával, akkor ezt bezárhatjuk. Egyébként alkalmazhatjuk például az új sor karaktert is, hogyha az NL-t beírjuk, mondjuk ide, így, próbáljuk ki. Akkor itt már rögtön mutatja, hogy ez így néz neki beillesztés után. Most, hogy kivettem a szóközöket, így néz ki. Tehát akár ezt több sorba is tudjuk rendezni tulajdonképpen. Megmutatom. Látható beillesztés után most már így néz neki a dátum. Szóval ezt így lehet formázgatni, és tetszőleges dátumformátumokat elő lehet ezzel állítani. Akár tabot is tehetünk bele, hogyha ezt begépeljük. Illetve itt vannak a különféle lehetőségek az időre és dátumra vonatkozóan. Ha végeztünk ennek a szerkesztésével, elmondjuk és bezárjuk, és akkor utána, ezt nem mentem el, utána pedig jobb egérrel kattintva itt ki tudjuk másolgatni. Ha valamelyik nem kell, akkor ezt így ki lehet törölni, akármennyit, és akkor bezárjuk. Utána már csak az marad meg, ami a TXT-ben volt.